A lombkorona sétányt, a futópályát és a köztéri parkokat fertőtlenítették a Városgondnokság szakemberei. Természetes, hogy a hosszú bezártság után a jó időben mindenki a szabadba vágyik kicsit mozogni, levegőn lenni. Mivel egyre többen jönnek a lombkorona sétányra és az erdei tornapályára sétálni, futni, mozogni, gyermekekkel kicsit játszani, kikapcsolódni, emiatt döntött úgy az önkormányzat, hogy a forgalmas közterületeket itt és a városban, azokat a közparkokat, amelyeket egyre többen használnak, le kell fertőtleníteni még a hosszú hétvége előtt, mondta a helyszínen Szepesi Tibor polgármester. Folyamatos a mozgás a lombkorona sétányon, hiszen itt a jó idő, hosszú hétvége közeledik húsvétkor, és hát természetes, hogy a hosszú bezártság után a jó időben mindenki a szabadba vágyik, egy picit mozogni, egy kicsit a levegőn lenni. Azt vettük észre, hogy egyre többen jönnek ide a lombkorona sétányra is, az erdei tornapályára, sétálni, futni, mozogni, együtt lenni a családtagokkal, gyermekekkel egy picit játszani, kikapcsolódni. Emiatt azt gondolta az önkormányzat, hogy ezeket a nagyon forgalmas közterületeket, mint ami mögöttem is van, a lombkorona sétány, de benne a városban is azokat a közparkokat, amelyet egyre többen használnak, mindenképpen fertőtleníteni kell még a hosszú hétvége előtt. Így az itt található padokat, játszóeszközöket, kültéri utcabútorokat végig fertőtlenítjük Karcag egész területén, a jövő héttől pedig azokat a játszótereket, amelyek jelenleg lezárva vannak a városi területeken belül, kezdjük fertőtleníteni, és ahogy az időjárás, illetve a vírus helyzet is engedi, természetesen felszabadítjuk, felnyitjuk a játszótereket a fertőtlenítés után. Molnár Pár, a Városgondnokság vezetője is megerősítette, a permetezés célja a prevenció, hogy az ide látogatók nagyobb biztonságban legyenek a különböző vírusfertőzésekkel szemben. A fertőtlenítés az természetesen csak szabad forgalmú vegyszerrel lehet permetezni, mivel ugye itt nagyon sok ember megfordul, ez teljesen ártalmatlan a melegvérűekre, egy megelőző, egy preventív hatása van a víruskórokozókkal szemben. A hatása több napos lehet, nyilván ez függ a időjárási körülmények közöttől is, viszont az egyértelmű, hogy a melegvérőkre nem ártalmas. A vegyszert az a Városgondnokság tulajdonában lévő háti permetezőkkel, robbanótoros permetezőkkel, nagyon jó porlasztási minőséggel rendelkeznek ezek a gépek, egyenletes felszínt biztosítva. A célunk természetesen a prevenció, hogy a ide látogatók nagyobb biztonságban legyenek a különböző vírusfertőzésekkel szemben. Deák Istvánék Nádudvarról érkeztek három gyermekkel a lombkorona sétányra. Örülnek neki, hogy azt most lefertőtlenítették, mert így biztonságosabb a gyerekeknek a játszás. Ez szerintem jó dolog, legalább figyelnek arra, hogy biztonságosabb legyen a környék, meg a gyerekeknek a, úgyis megfognak mindent, mindenhez hozzájönnek, hozzányúlnak, ugye, és ez ugye elkerülhetetlen, hogy amihez hozzájönnek, az legalább levont, tisztítva, fertőtlenítve. Jó dolog, hogy figyelnek arra, hogy a játékok, a sétány területe is biztonságosabb legyen, és amihez a gyerekek hozzáérnek, a csúszdák, a játékok le vannak fertőtlenítve.